Megköszöntöm a Gyula Televízió kedves nézőit a mai napon, május 9-én. Hallgassuk meg János evangéliumának egyik részletét. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek. Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözés szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. A mai evangélium mottójául ezt az egy mondatot emelném ki, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Jézusnak ez a mondata rávilágít szenvedésének előestéjére, rávilágít arra, hogy akik még ott az utolsó vacsorán mellette vannak, és biztosak maguk felől, hogy ki is tartanak a végsőkig Jézusban, ő már akkor tudja, hogy amikor a keresztet a vállára veszi, amikor elfogják őt, akkor hirtelen magára fog maradni. Ez az elhagyatottság a magánynak, ez a töredelmes és keserves megtapasztalása keresztény életünknek a velejárója. Mert bizony mi keresztények is nagyon gyakran vagyunk úgy, főleg életünk sötét óráiban, azt kívánnánk magunknak, hogy Jézus legyen itt mellettünk, Jézus szegődjön utunk mellé, mint ahogyan az Emmauszi tanítványok esetében. Jézus térjen be hozzánk, és költse el velünk a vacsoránkat, érinthessük őt, hallhassuk a hangját. Azonban jól tudjuk, hogy a keresztény életünk nem erről szól. Azonban ez szükségszerű velejárója annak, hogy a hitünk fejlődjék, hogy a szeretetünk kiteljesedhessen, és a reményünk megerősödhessen. Jézus nem vezetett meg bennünket, amikor mennybe ment. Jól lehet, nem maradt itt konkrét emberi fizikai valóságában, de mégsem csak egy emléket hagyott maga után, hanem az oltári szentségben önmagát adta nekünk. Ez pedig sokkal több talán, mint az ő fizikai, emberi testben való jelenléte, hiszen ezzel az kis ostya darabbal örökké valósította magát itt közöttünk, nekünk ajándékozta önmagát, és valójában ezzel az volt a célja, hogy ne mellettünk, ne előttünk, ne mögöttünk haladjon és legyen, hanem bennünk teljesedjék ki, bennünk vegyen lakást. A mennybe menetel és a pünkös közötti időszak egy ugyanilyen sötét időszak a mi életünkben is, mint amilyen sötét időszak volt az apostolok életében. Hiszen nem tudhatták, hogy pontosan mi fog következni, imádságban tartottak ki Isten mellett. A mi életünkben is vannak ilyen szakaszok, amikor egy csodás kegyelemnek a befogadóivá válunk, majd utána ismételten sötétség telepszik az életünkre, de ez a sötétség azért telepszik ránk, hogy utána egy még nagyobb kegyelemnek a befogadására legyünk képesek. Nagy péntekeknek és húsvét vasárnapoknak a ciklikus változásában élünk, de valójában ezek között is, ezen időszakok alatt is nem más a célja Jézusnak, mint hogy ő az oltári szentségben közöttünk legyen, bennünk kiteljesedhessen, bennünk lakást vegyen, és ezáltal az ő képiségének és jelenlétének hordozóivá tegyen bennünket. Amen.